Ehetek-e szénhidrátot? Igen, ehetsz szénhidrátot, de ugye a makrohányadokon belül kell esni a szénhidrát mennyiségnek. Ez ugye az egyik aspektusa a dolognak. A másik aspektusa az pedig, hogy tehát nem mindegy a szénhidrát gyorsasága, meg a szénhidrát minősége. A szénhidrát minőségét valójában az adja meg, hogy milyen tápanyagok vannak a szénhidrát mellett. Egy gumicukorban csak szénhidrát van, és nincsen mellette tápanyag. De hogyha egy darab áfonyát veszünk, abban is van ugyanúgy cukor, és ugyanolyan gyors felszívódású, de viszont van mellette resveratrol és egyéb olyan hasznos ásványi anyag, ami egészséges szénhidráttá teszi a szénhidrátot. Tehát valójában ez a különbség egészségtelen és egészséges szénhidrát között. A szénhidrát mennyiséget a ketogén diétában zöld, leveles zöldségből fogod bevinni, majd lehetőséged lesz csalásra is, hetente egyszer vagy két hetente egyszer, de ez mind rengeteg mindentől függ. A másik aspektusa a szénhidrát evésnek ugye nem az, hogy minden nap eszel szénhidrátot, hanem hogy szénhidrát feltöltést csinálsz. A szénhidrát feltöltés abból merül ki, hogy az heti egyszer például egy étkezés a szénhidrát dús, és ilyenkor visszatöltődnek a glükózraktárak, aztán majd megint, amikor elkezded a ketogén diétát, akkor újra kiürülne majd a glükózraktárak. Hogy hogyan csinálj és mikor csinálj szénhidrát feltöltést, ez szintén rengeteg mindentől függ, de én azt javaslom neked, hogy két hetente egy étkezésnél egyél szénhidrátot, tehát akkor lesz lehetőséged majd csalni, tehát akkor lesz lehetőséged majd szénhidrát feltöltésre. A következő kérdés. Fogok izmot veszíteni? Valójában nem fogsz izmot veszíteni, azért fognak kisebbnek tűnni az izmaid, mert ilyenkor rengeteg ásványi anyagot vesztesz az izmok közül, és rengeteg glükóz vesztesz az izmok közül, ami helyet foglalt el eddig, és amikor ez kiürül, akkor kisebbnek tűnik az izom. De valójában az izomszövet nem veszik el. A beta-hidroxibutirát, tehát az egyik ketón testnek a mellékhatása az az, hogy nagyon erős izom megtartó hatása van, tehát nagyon nehéz izmot veszíteni ketogén diétán. Következő kérdés. Lehet vele izmot építeni? Igen, tudsz izmot is építeni, hiszen a beta-hidroxibutirátnak már az előbb elmondtam az izom megtartó hatását, és ugye eddig mindenki arról beszélt, hogy szénhidrát kell ahhoz, hogy tudjál izmot építeni, de valójában nem kell hozzá szénhidrát, zsírral is ugyanezt el fogod tudni érni, hiszen a zsírnak is van egy kevés inzulin válasza, az is képes bevinni a sejtbe a tápanyagokat, tehát igen, tudsz majd izmot építeni vele. Következő kérdés. Mennyi fehérjét ehetek? A ketogén diéta egy magas zsírtartalmú, egy moderált fehérjetartalmú és alacsony szénhidrát tartalmú diéta. Tehát moderált a fehérjebevitel. Ez segíteni fog arra, hogy minél könnyebben átállj majd ketogén diétára. Következő kérdés. Ketózis nagyon veszélyes, igaz ez? A ketózis egy teljesen naturális állapota a szervezetünknek. Valójában a kisgyermek is ketózisban születik. Tehát egy olyan metabolikus állapotot próbálunk visszaszerezni, amivel még a kisgyermek is rendelkezik. És mivel rengeteg pozitív, kognitív, meg testi hatásai vannak, én személy szerint nem hiszem, hogy hosszú távon bármi probléma lenne egy ketogén diétával kapcsolatban. Hogyha egyes típusú cukorbeteg vagy, akkor a ketogén diétánál máshogy kell inzulint használni, erre nagyon oda kell figyelni, hogy kb. 60-70%-a kevesebb inzulint kell adnod magadnak, de erre nem térek ki bővebben, majd a mesterkurzusról beszélünk erről, hogy egyes típusú vagy, akkor is hasznos lehet a ketogén diéta, de nagyon oda kell figyelned az inzulin bevitelre és a cukrot nagyon mérni kell. Akkor a következő kérdés. Hasmenésem van, mit tegyek? A hasmenés az egy nagyon általános mellékhatás, főleg a ketogén adaptáció időszaka alatt. Általában ez egy hétig tart maximum, és utána eltűnik. Nekem is körülbelül egy hétig tartott, és sokan számolnak be arról, hogy egy hétig tart nekik. Hát ezt át kell vészelni, érdemes úgy kalkulálni, hogy ez meg fog történni, de tarts ki, mert ez a gyógyulási időszak a szervezetednek. Ilyenkor át fog állni arra, hogy más enzimeket kell használni, több epét kell termelni. Ez egy mindegy adaptációs időszak, amit meg kell történjen a szervezetednek. Át kell állnod erre most. Ha vegán vagyok, akkor is tudok ketózni? Igen, tudsz, ugye beszéltem már arról, hogy van vegán ketogén diéta is.
Hát a vegán ketogén diétánál elsősorban avokádó, olajos magvak, növényi olajokat tudsz majd használni, és ugyanúgy ketózisba tudod vinni a szervezetedet, úgyhogy nem eszel állati zsírdékokat, illetve húst sem. Mi legyen a ketón szintem? Ugye a ketón szint mérésére többféle teszt is van. Ugye a vizeletteszt az első, a másik a légzésteszt, a harmadik pedig a vérteszt. A vérteszt az egyik legpontosabb mérőeszköz. Hogyha veszel egy ilyen vérteszt mérőeszközt, akkor pontos értékeket fogsz tudni látni. Egyébként a légzésteszt sem rossz, viszonylag drága technológia, de az még annyira nem pontos sajnos. Szóval ezért azt ajánlom, hogy aki viszont vértesztet szeretne, a ketózist tudjuk három felé bontani, a mélységéhez mérten. Nagyon alapszintű ketózis az a 0,5-től 1,5 millimolnyi beta-hidroxibutirát a véráramba, tehát ketontest a véráramba. Ilyenkor már szintén elkezdődnek a ketontestek fölhasználódni, és máshogy fogod érezni magad, tehát ilyenkor már a ketózisnak bizonyos előnyeit fogod tudni élvezni. Moderált ketózis például az 1,5-től 3 millimolnyi beta-hidroxibutirát, vagyis ketontest a véráramba. Ilyenkor már jobban élvezheted a ketózisnak a bizonyos egészségügyi pozitív hatásait, hiszen ilyenkor egy mélyebb ketózisban vagy benne. A 3 millimolnyi vagy több beta-hidroxibutirát, illetve ketontest a véráramba, az például egyes típusú cukorbetegeknél ketoacidózist jelent, ami ez egy problémás állapot, de ugye egyes típusú cukorbetegeknél fordulhat csak elő. Aki nem cukorbeteg, azoknál csak akkor fordul elő, hogyha napokon keresztül éheztek és nem ettek semmit. Ugye ez a böjtnek az egyik hasznos mellékhatása lehet, de erre ne térjünk ki most ebbe a videóban. A lényeg az, hogy az optimális érték az 1,5 és 3 környékén lesz majd nálad, és ezt majd vértesztel tudod igazolni magadnak. A következő kérdés. Ketogén diéta hatására teljesen eltűnt az éhségem, mit tegyek? Valójában ez a ketogén diétának az egyik nagyon hasznos előnye, hogy az inzulin lent tartja, és ezért az éhségérzet csökken, ezért nem fog megtörténni annyi túlevés, nem fog megtörténni annyi snackelés és unalomból evés sem, mert nem leszel annyira éhes, és át fogsz tudni lépni zsírégető módba sokkal egyszerűbben. Tehát örülj neki, hogyha nem vagy annyira éhes, élvezd az életet. Székrekedésem van, mit tegyek? A székrekedés általában nem az első időszakban jön elő a ketogén diétánál, hanem már akkor, amikor több ideje ketózisban vagy. Székrekedés esetére extra káliumot kell bevinni, és extra magnéziumot. Ugye kálium megtalálható avokádóban, magnéziumot be tudsz vinni zöld leveles zöldségekkel, probiotikumokat és prebiotikumokat szintén bevihetsz ilyenkor, ugye fermentált zöldségeket, savanyú káposztát, ezek mind hasznosak lesznek a bélflórádhoz, és akkor túl fogsz lendülni ezen a székrekedéses időszakon. Következő kérdés. Milyen hosszú ideig lehet csinálni a ketogén diétát? Nincsenek hosszú távú kutatási eredmények a ketogén diétával kapcsolatban, viszont a hosszú távú kutatási eredmények, illetve saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy a magas szénhidrát tartalmú diétáknak a következménye ugye az inzulinrezisztencia, kettes típusú cukorbetegség, illetve egyéb szív- és érrendszeri megbetegedések. Ezt mindenki a saját bőrén tudja tapasztalni. Én azt szoktam javasolni személy szerint, hogy addig használd a ketogén diétát, amíg vissza nem fordította bármely egészségügyi problémádat, illetve az elhízás el nem tűnik, és utána visszatérhetsz egy moderáltabb paleo életmódra, vagy ketogén életmódra. Szabad enni tejterméket a ketogén diétán? Igen, szabad enni, viszont nyilván szelektálni kell, hogy a szénhidrát ne legyen bennünk magas, tehát a tej az sajnos nem lesz jó ilyenkor, illetve a joghurt sem lesz jó, kefir sem lesz jó. Ezek a tejtermékekben mind túl magas szénhidrát van, nyilván a gyümölcs joghurtok még annyira sem jók, mielőtt eszedbe jutna esetleg az. Szóval sajtokból érdemes az érlelt sajtok fele tendálni, minél öregebb egy sajt, ugye a baktériumok annál több kazein molekulát. Valójában megemésztik előre
neked ezt a sajtot, és csak az értékes zsíradékok maradnak benne. A vaj az ugye egy nagyon hasznos kiegészítője a ketogén diétának, tehát a vaj az nagyon hasznos lesz. Tehát tej, joghurt, kefir nem mehet, tejföl az még belefér, illetve tejszín, vaj az mindenképpen jó ilyenkor, meg a sajt is. Következő kérdés. Mi a különbség a low carb és a ketogén diéta között? Ugye a ketogén diéta az egy low carb, alacsony szénhidrátos diéta, de a low carb diéta nem feltétlenül magas zsírtartalmú diéta, hanem ott csak a szénhidrátot veszik le. Tulajdonképpen ez a különbség. Sok esetben a low carb, illetve az alacsony szénhidrátos diétában alacsony vagy moderált a szénhidrát és a zsír is, és sajnos így megint ugyanaz történik, hogy a hibrid motor mindkét aspektusát használod, vagy ha nincs benne szénhidrát és nincs benne zsír sem, csak fehérje, akkor valójában egyik jobb, hasznosabb energiaforrás se kapja meg a szervezet, mert ugye, mint megtanultuk, zsír vagy szénhidrát szükséges energiaforrásként, mert a fehérje az csak építő kövei a szervezetünknek, amíg zsírból és szénhidrátból meg energiát fogsz nyerni. Mehetünk tovább. Mikor mérjem a keton testeket a véremből? Bármilyen mérőeszközt is használsz, lehet az vizeletteszt, vagy lehet vérteszt, vagy légzésteszt. Hogyha méred, akkor mindig ugyanakkor mérd. Lehetőleg éjgyomorra reggel. Következő kérdés. Ketobiztonságos terhesség alatt? Erről sincsen tudományos kísérlet, tudományos bebizonyítás, hogy a ketogén diéta egészséges lenne terhesség alatt. Ilyenkor valószínűleg érdemes egy magasabb szénhidrátos vagy egy ciklikus ketogén diéta beállítása, aminél több szénhidrát fér bele a ketogén diétába. Tehát lehetséges alkalmazni terhesség alatt is, csak valószínűleg módosítanod kell rajta, de mindenképpen beszélj saját dietetikusoddal, illetve orvosoddal erről, és vértesztekkel igazoljátok, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Következő kérdés. Egyes típusú cukorbeteg vagyok, mit csináljak? A ketogén diéta neked is hasznos lehet, hiszen kevesebb inzulint kell majd adnod magadnak, hogyha egyes típusú vagy. De viszont nagyon vigyázni kell, mert már máshogyan kell számolni az inzulinbevitelt ketogén diétán és szénhidrát alapú diétán, és ezért nagyon oda kell figyelni, mindenképpen konzultálj dietetikusoddal vagy orvosoddal erről, vértesztekkel szintén igazoljatok tényeket, ez nagyon fontos, de ne csüggedj el, hogyha egyes típusú vagy, mert akkor is van lehetőséged arra, hogy tovább haladj, és a ketogén diéta által jobban érezd magad. Egy kis zsírtól megszabaduljál, illetve a kognitív funkcióid is sokkal jobban fognak működni, tehát abszolút hasznos lehet a ketogén diéta, csak mindenképpen vigyázz. Hogyan tudom megállapítani magamról, hogy ketózisban vagyok? Bármilyen teszt nélkül. Például kognitív funkcióid sokkal tisztábbak lesznek. Vagy például leheleted acetonos lesz. Nem fogsz annyira frekventáltan megkívánni ételt. Teljesen elnyomja a ketogén diéta az éhségérzetedet. Könnyebbnek fogod érezni a nap folyamán. Nem lesz olyan, hogy fáradt vagy és szédelegsz, miután túlestél persze az adaptáció időszakon. Hát ezekből a jelekből meg lehet mondani, hogy éppen ketózisban vagy-e vagy nem. És nagyon jól fogod érezni amúgy egy idő után, hogyha csalónapot végeztél vagy csaltál, akkor ezek a kognitív funkciók, kognitív előnyök valójában eltűnnek, és csak akkor térnek vissza, amikor megint ketózisba lép vissza. De mindenképpen konzultálj saját dietetikusoddal, vagy saját orvosoddal erről, és vérteszteket mindenképpen nézess, hogy hogy áll az egészségügyi állapotod. Ez mindenképpen fontos lesz. Remélem sikerült pár kérdésedre választ adnom. A következő videóban találkozunk.